Hát a végszer, ugye itt volt egy kérdés, most közben ránéztem a chatfalra. Ugye itt kérdezte valaki, hogy 50%-os előleg még kata alatt, és hogy mi lesz a végszámlájával. Hát az előleg az még katás bevétel, a végszámlája meg már ugye az új adónak a bevétele, vagy az új adó nem bevétele lesz egyébként, most az akár általány, akár SZIA, akár társasági adó, vagy kiva, azt ugye majd annak a szabályai szerint kell leadózni értelemszerűen. Akkor augusztusban volt egy ilyen kérdés, augusztusban a 3 milliós és a kapcsolt vállalkozásos 40%-os katát sem kell alkalmazni, de tehát a régi kata hatája alatt még megvan a 3 milliós szabályunk, megvan a kapcsolt szabályunk, tehát a minden, ami a régi kata hatája alatt még zajlik, jelen pillanatban is, és augusztus végéig is, ott ezekre ezt mind alkalmazni kell. Tehát ha valaki ott lépi át a 3 millió forintot, vagy ott számláz kapcsoltnak, akkor bizony a kifizetőnek fizetnie kell egyébként a 40%-okat. Jó. Oké. Igen, tehát itt most az időszakosról beszéltem egyébként, tehát azért erre nem térnék ki. Jó, menjünk egy kicsit tovább. Mi a teendője annak, aki katás marad? Először nézzük meg ezt, aztán megnézzük azt is, hogy mi van akkor, hogyha ugye megy majd katából más adó nem alá. Egyrészt ugye nagyon sokszor felmerül mindenféle fórumokon is a kérdés, hogy akkor ez automatikus-e, meg...